A gyári Zoltán alapfokú művészeti iskolában is megkezdődött a tanév. A megfelelő előírások betartásával várták itt is a növendékeket. Az igazgatótól tudtuk meg, hogy bővült a tanszakok száma. Hamarosan már klasszikus gitáron is lehet majd tanulni. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet. Egy nehéz időszakon vagyunk túl. Úgy gondolom a tavaszi félében a digitális oktatás kereteit igyekeztünk minél jobban kiszélesíteni és eljutatni a növendékeinknek, így annak a következménye lett az, hogy nagyon sokan visszairatkoztuk a 2021 21 es tanévre is. Ez megkerülhetetlen téma, hogy amennyiben úgy alakul a helyzet, és a tavaszihoz hasonlóan home ra Kényszerül az iskola vezetése, illetve a növendékek fel vannak erre készülve. Úgy gondolom, hogy minden lehetőséget megragadunk és kiasználunk, hogy a jelenlegi normális kerékvágásban folyjon az oktatás a művészeti nevelés. Ugye, ennek megfelelően ö, alkalmazkodunk a jogszabályi előírásoknak, például a csoportos órákat ö, rövidítjük, hogy leessen idő szellőztetésre, illetve a termek fertőtlenítésére, illetve az eszközök szintén fertőtlenítésére. Így ö, úgy gondolom, hogy megfelelő ö, korlátok és a megfelelő előírások betartásával szépen tudunk haladni, és hát mind a hangszeres, mind a csoportos órákat meg tudjuk tartani. Bízunk benne, hogy ez a home office vagy digitális oktatás nem fog ismét bevezetésre kerülni. Hát természetesen ugye nagyon vártuk már, hogy találkozunk a szülőkkel, a növendékekkel, ugye a személyes kapcsolatnál nincsen fontosabb, és hát engedjék meg, hogy megemlítsem azt is, hogy a tanszakunk ugye bővült az intézményben, intézmény keretein belül, most már a klasszikus gitár oktatása is elindul szeptemberben, úgyhogy mindenkit bíztatok, aki szeretne ezen a hangszeren tanulni, szeptember 15-ig még tud jelentkezni, illetve még egy-egy helyek vannak különböző hangszereinken, például Hegedűn, vagy akár a Klarnéton, vagy a Zongorán, arra is lehet még jelentkezni, megvan a lehetőségre.